ügyes vagy. A rutinvizsgálat egy 5 hónapos csecsemőnél. A védőnő ellenőrzi a gyermek fizikai, testi és mozgásfejlődését, táplálási tanácsokat ad az anyukának. Ebben a nagykálói körzetben 4 védőnő dolgozik, körülbelül 600 kismamát és 0-6 év közötti gyermeket látnak el. A védőnők az első perctől figyelemmel kísérik a gyerek fejlődését, ismerik a család egészségügyi állapotát, szociális helyzetüket. A védőnők az első olyan és a legszorosabb kapocs, ami a család és az egészségügy, illetve a szociális szféra között van. Mi vagyunk azok, akik otthon a családjukban látjuk a gondozottakat, látjuk a napi problémáikat, hogy hogyan élnek, milyen körülmények között, milyen pénzből kell megélniük, hányan vannak egy lakásba, és ott milyenek a körülmények. Ezt mi észleljük először, illetve mi jelzünk, hogyha valami probléma van. A magyar védőnők egészségvédelemmel és fejlesztéssel kapcsolatos munkája a világon egyedülálló. Az utóbbi években pedig bővült kompetencia területük. Aktívan részt vállalnak a szűrőprogramok szervezésében, lebonyolításában. Egyre több a diplomás védőnő, és nem értik, miért nem tartoznak ők is egységesen az egészségügyi bértábla alá. A feladatainkkal mi bőven kitöltjük a 8 óránkat, sőt még a 8 órán túl is dolgozunk, és hát ezzel az új bértábla fejlesztéssel sajnos oda fogunk kerülni, hogy az alapellátásban dolgozó főiskolát végzett, akár egyetemet végzett védőnő kolléganők kevesebbet fognak keresni, mint a szakellátásban dolgozó OKJ-s szintű végzettségű ápolók. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet most. A védőnők szeretnék, ha most az egészségügyi kormányzat által a központi költségvetésből biztosított 2 milliárd forintos bérkompenzációs keretet teljes egészében a munkáltatók a bérekre fordítanák. Továbbá szeretnének korszerű munkakörülmények között dolgozni, kevesebb adminisztrációval.